A rendszerváltozás a hazai horvát kisebbség életébe is komoly fordulatot hozott. 1989-90-ben megalakult a Magyarországi Horvátok Szövetsége, majd fokozatosan az anyaország, Horvátország függetlenné válásával párhuzamosan, de hazai horvát kezdeményezésre önállósodott a magyarországi horvát iskolarendszer és valamennyi média. Az 1990-es évek a magyarországi horvát kisebbség életében számos további jelentős változást hoztak. A kisebbségi törvény értelmében országszerte helyi, illetve országos kisebbségi önkormányzatokat választottak, és ezzel a hazai horvátság történetében először alakultak legitim, demokratikus úton megválasztott politikai vezetőtestületek. A Magyarországi Horvátok Szövetsége hétvégén Kozár Mislenyben tartotta tisztújító nagygyűlését, melyen újra választották Osztrogonác József elnököt, Barics Arnold elnök helyette, Gugán János Baranya, Markovics Józsefné Bács-Kiskun megye, Szolga József a Dráva mente, Paukovicsné Horváth Edit Gradistje, Ispánovics Éva Pest megye Budapest regionális elnökét és Gulyás László Zala megyei regionális elnököt. Először váltam a Jackovi szóval a 1990. godine, a Sambotelu, to je bila prva politička udruga Hrvata, samostalna, ja posebno demokratskih promjena i u stvari i savez eto već više nek 30 godina djeluje. Jedina preokretnica je bila 94. kada su se osnovale samouprave. Samouprave su preuzeli politički dio, a mi smo onda postali civilna udruga. Stalno se mijenja sve, mijenjaju se zakoni, mi se prilagođavamo zakonima, mijenjaju se ljudi. Jel, i danas isto su bile personalna pitanja i trebamo, dakle što je najvažnije, da kad jedna civilna udruga prema zakonima Mađarske preko natječaja dobiva svoje djelovanje, za djelovanje novac, to je proračun, i iz matice isto dobivamo pomoć i od članarine, dakle članovi plaćaju određenu svotu i onda nekako preživljavamo. Pa najvažniji zadaci su nam već za ovu godinu da se pošteno pripremimo za popis pučanstva, o čemu je i danas bilo riječ, i kroz dvije godine kada budu lokalni izbori, kad se ponovo biraju samouprave, onda imamo jako veliku političku ulogu, jer mi moramo isto delegiramo naše ljude. A sve ostalo, one kulturne priredbe koje smo predvidjeli, želimo ostvariti. Danas je baš izborna skupština Saveza Hrvata u Mađarskoj i mogu reći da nam je to baš zato ovako iznimni dan, da tako kažem, i zato je Kozar Mišljeno, jer sam jedno vrijeme planirao kao predsjednik Saveza Hrvata i u mjestu, jeli kao predsjednik Hrvatske samouprave, da imamo mali centar, ne bih rekao centar, ali jedno mjesto gdje se možemo sakupiti iz svih okolnih naših hrvatskih naselja, pošto sva naselja ovdje u okolici Kozar Mišljeno su naša bošnjačka, šokačka naselja, a ovo naselje, kako vidite, tako brzo raste, već imamo jednu manju Podravinu unutar tog grada, znači ovako imamo i Podravince, i svih hrvatskih regija su došli danas, plus jeli oni ljudi koji su iz Zale, iz Gradišća, iz Šomođe, iz naše Bačke, jer to su veliki izbori, nama to za cijelo hrvatstvo važi u Mađarskoj. Po mom sudu, Savez Hrvata je ona najveća krovna organizacija Hrvata u Mađarskoj, koja je nezavisna od sve politike i koja sakuplja Hrvate od početka kako je nastala Hrvatska država, tako u ono doba nastala kod nas i naš ogranak, naš Savez Hrvata. A možda već u djetinjstvu, preko svog strica koji je bio utemeljitelj Saveza Hrvata u Mađarskoj, i po meni kao i čovjek koji najviše zna o tome, možda sam ovako dobio svoju injekciju već od porodice, tako reći, ali uvijek sam nekako osjetio, pošto smo tako i odgoj dobili u našoj školi u ono doba, tak, od profesora, od naših profesorica, da mi je uvijek bilo ono na prvom mjestu raditi za Hrvate, za našu zajednicu, jer dok nas ima, dotle ima Hrvata u Mađarskoj, ja mislim ono ih 1000 godina, što kaže povijest, da imamo zajedničku povijest sa Mađarima, sa time možemo dokazati da mi smo dio
te države dok postoji Hrvata, dotle postoji i naša Unija. Sad ja u moje ime moram reći da sam ja 30 godina u funkciji ovdje, bio sam od početka i sad sam još član, samo neću primiti funkciju jer sam prošao 80 godina. I sad budu mladi, nek dođu pa nek radu. Pa to je teško kazati šta se mijenjalo, ali kako ja vidim, ja sam volio biti kao član u Savezu i u Hrvatskoj državnoj samoupravi. I uvijek sam, koji nisu htjeli da, kako kažem, da nisu htjeli doju, najmanje članariju nisu platili i take stvari, onda sam je uvijek reklamirao da je zaštiti i kako je stoji. Pa ja mislim da će još se ponoviti i da će više biti članova nešto bude sada i to je sve lijepo. Szolga József a magyarországi horvátok parlamenti szószólója is, aki a Magyarországi Horvátok Szövetsége alapító tagja, majd elnökségi tagja lett, illetve a Drávamenti Horvátok közössége elnökévé is megválasztották. A 2018-as országgyűlési választáson a horvát nemzetiségi lista első helyére jelölték, ennek okán megválasztották az országgyűlés horvát nemzetiségi szószólójává. Ja, mislim, hogy akkor se promieni a ustav, od 2011. godine i imamo mogućnost da učestvujemo u radu Mađarskog parlamenta sa 13 autohtone manjine. Kao i hrvatska manjina, treba da imamo svoj glas i da naši ljudi znaju da imaju predstavnika u Mađarskom parlamentu, tako možemo artikulirati naše molbe, naše prijedloze i preko Narodnog odbora imamo mogućnost da izmijenimo i dopunimo neke zakone koje su korist civilnih udruga, narodnostnih samouprava i nadamo se da i nekih pojedinaca. A tisztújító nagygyűlést gasztronómiai és kulturális program követte. A szárma, más néven a töltött káposzta elkészítésének számtalan változata van. Egyes vidékeken a fazék aljára szalonnát, vagy a rétegek közé füstölt kolbászt vagy füstölt húst is tesznek. Máshol a darált hús fele-fele arányban sertés, illetve marhahús. A töltelék ízesítése is népcsoportonként és területenként eltérő. A szármát a sokacok töltött káposztájának nevezik. Kuvaszám szárme, od nasek kupusza, što mi radimo, kiselo kupusa već više 60 godina kod kuće i bavimo se na pijacu, sve jednak, moja žena je svaki dan na pijacu, ali sarma to je naša tradicija, to se kuva svatko na svoj način kako misli šta metne unutra. Mi metnemo dimljenog mesa i govedskog mesa i svinjskog mesa, tako i boje paprike i bibera metnemo unutra i ja kuvam sa paradajsom. Tu više me pitaju ili rekli meni da oni nisu čuli tako da sarme se kuva u paradajsu. Mi sve jednak kuvamo u paradajsu, mi tako volimo. Ali tako vidim da se sviđa ljudima, onda nema ništa razlike, mislim, to. Felső-Szentmárton Baranya és Somogy megye határán a Dráva folyó mentén fekszik. Azok közé a települések közé tartozik, melyek nevüket egyes szentek után kaptak. A helybéli horvát lakosság a falut az utóbbi években Martincének hívja. 1712 óta folyamatosan lakják stoh nyelvjárást beszélő horvátok. 1970-ben 1700 horvát és 27 magyar lakosa volt. Jellemzően, vegyesen, akár egy mondaton belül is horvátul és magyarul beszélnek. Ma nem élői svinyokkal, és mondom, pravili kobasice, csurke, od vratenine torio, nos ma bepácolnili, i od rebra,
i to isto tako baš kao vratadino i to sad to pražimo i ima čurke, naše domaće iz Martinca i tako isto su i kobasice. A to mi često dalamo, samo više put nismo tako stigli ovako ko sad, kako vi sad tako to riporta dalate, zna, s malom, tako da uvijek drugi je dao riporta, pa uvijek nismo bili unutra, tako da nisu za nas znali, ali ima u Martinci, ali svinja koje, imate Mongolice i to su od nas. To što se dala, to sve od nas ide, od moj sin ima, on to... kako se kaže, no, moram kao mađarski kafti. Mi u Martincima tako, tako, jer, jer mi smo se uno dobi, ja sam 60 godina prošao, mi smo se tako srpsko-orvatsko jazik učili, nije školsko, nije ovo, mi tako divanimo, ali jel, sve više Mađari dojde u Martince i ima i puno Holandi, Nemci, Belgijanci, amo, onda i njima tako, ali oni, oni se neću naš jezik učiti, mi se moramo njima primiti. Az intézmények mellett a hazai horvátság nyelvének és identitástudatának átörökítésében óriási szerepe van a civil szervezetként működő, regionális és helyi hagyományőrző együttesek munkájának. Helyi, települési szinten több mint 100 kulturális egyesület, felnőtt, ifjúsági és gyermekkultúrcsoport, kórus, zenekar, tánc és színjátszó csoport tevékenykedik. Az 1980-as évek elejétől kisebb-nagyobb változásokkal, tagok cseréjével Pécs Baranya népzenei életének egyik meghatározó nemzetiségi együttese volt az országosan is ismert és elismert Vizin zenekar. Vizin Antus, az együttes névadója, már gyerekként Bácsbokodon zenélt, tamburázott, illetve trombitált. Zongorázni és harmonikázni is tanult, utóbbi hangszerrel viszont autodidakta módon ismerkedett meg először. Pécsi tanárképző főiskolásként fontosnak tartotta a magyarországi horvátok és szerbek énekes és hangszeres népzenéjének gyűjtését. Fő feladatuk a Tanács Néptánc Együttes repertoárjának tanulása és a további zenei alapok gyakorlása volt. 2002 óta a zenekar tagjai folyamatosan cserélődnek, jelenleg az 5. generáció zenél együtt. Orkestar je ovako, ako mogu reći ovako, nije sad utemeljen, nego prije možda više nego 40 godina. Znači, 1981. druge su utemeljili orkestar. Nismo bili mi koji smo utemeljili orkestar, nego naši preci. Znači, ovaj orkestar je, ako mogu reći ovako, peta generacija od jednog većeg orkestra. Orkestar se zove, onaj veći orkestar se zove Vizin. Znači orkestar Vizin, a mi smo kao peta generacija orkestra Vizin, mi se zovemo orkestar VIT. To znači, V znači violina, pošto mi imamo violinisticu u orkestru na koju smo jako ponosni i naravno mi smo tamburaši iza nje i zato smo dobili ovo ime da violina i tamburaši. Pa
ako mogu reći ovako, ova godina je počela malo teže, malo teško. Ja mislim da se osjeća na organizatorima ovo pandemsko razdoblje što je bilo prije, ali ipak sad se popunio naš kalendar, znači imat ćemo gustu godinu, ako mogu reći ovako. A magyarországi horvát intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok jó kapcsolatokat építettek ki horvátországi partnereikkel. Szinte nincs olyan horvátok lakta település Magyarországon, melynek ne lenne valamilyen horvátországi partner kapcsolata. Ugyanakkor hasonló kapcsolatokat építettek ki a térség országaiban élő horvát közösségekkel is.